Ezernél is többen gyűltek össze a Városháza előtti téren Kazincbarcikán, hogy a hagyományos szüreti felvonuláson, népviseletbe vagy szüreti jelmezbe bújva vonulhassanak végig a főutcán. Nagyon fontos számunkra, hogy a néphagyományt, a magyar néphagyományokat a gyerekek felé közvetítsük, és hogy megtartsuk ezt a szép dolgot, és hogy ők is érezzék azt, hogy milyen magyar néphagyományok vannak. És ehhez ugye hozzátartozik a szüret is. Én is fogok. Én is. Több óvoda is részt vett a látványos programon, de végigvonult a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola néptáncos csoportja is. Feltettük a kérdést, ki szeretne felvonulni szüreti felvonuláson, úgyhogy itt most, akik itt vannak, ez teljesen önkéntes alapon. Nem tettük senkinek kötelezővé. A felvonulókat a Számadó zenekar muzsikája kísérte, visszaadva azt a hangulatot, amely ma már csak az idősek emlékeiben él, vagy csak tankönyvekből, történelemkönyvekből ismerhet a ma nemzedéke. A felvonulás a Meze István Művészeti Központnál ért véget. Itt a hangulat csak fokozódott, hiszen volt táncháza Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskolával. Műsorral színesítették a programot a Füziket a govodások, és játszott a Galagonya Citera zenekar is. Én szívügyemnek tekintem a hagyományápolást, és azért egy szüret is. Manapság már nem igazán tud az ember elmenni barátokkal, rokonokkal szüretelni. Ennek a hangulatát szeretnénk ezzel a rendezvényel egy kicsit visszahozni, a népművészetre, a hagyományápolásra helyezve a hangsúlyt. A kísérő programok között a Mezei udvarán volt népművészeti kirakodóvásár, kézműves játszóház, mesterségbemutató, szőlőpréselés és mustkóstolás is. A felvonulókat zsűri is értékelte. A legszínesebb díjazásban részesültet Pásztor László, a zsűri elnöke jelentette be. A zsűri nagyon-nagyon nehezen tudott dönteni ebben az egy díj odaítélésében, de mindenképpen előjáróban is gratulálni szeretnék a legszínesebb felvonuló óvodának, aki az a megtiszteltetés érte, hogy az összevont óvodák Székhely óvoda nyerte az első díjat. Hogy a város mennyire szép, azt onnan tudom, hogy a fiúk most 4 órakor fejezték be a zenekari beállást, és mondtam nekik, hogy nézzetek szét a városba. Én később tudtam csak sajnos jönni, a koncert előtt 1 órával érkeztem, és a koncert előtt, ahogy megérkeztem, megkérdeztem, hogy voltatok a városba, és azt mondták, hogy nagyon szép a város, hogy nagyon sokat fejlődött, feltűnt, hogy a lakótelepek ki vannak szépen festve, hogy boldogság van. Az estet Balázs Pali fergeteges hangulatú koncertje zárta.